Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 24-ig. Itt látható, hogy lesz mozgás. Előre mennek az események. Ez a kép jelentett sportot, vagy autót is, változásokat, vagy egy utazást. De jelent egy férfit is, aki közeledik hozzád, és beszélni szeretne veled, hiszen a madarak jelzik a kommunikációt. Itt a múltban voltak olyan dolgok, ami nem volt látható, titkok a háttérben, holott ez a kép utal érzelmekre is, mély érzelmekre, de itt most kisüt a nap, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit. Itt ez a kislány kezében tart egy 4 levelű lóherét, ami szerencsét hoz, és szimbolizál egy új kezdetet, vagy egy új irányt. A téli hónapokban olyan dolgok történtek, ami megbántott téged. Esetleg te sértettél meg valakit. De itt javul a helyzet, hiszen a virágcsokor jelent meglepetéseket, egy kellemes hírt vagy ajándékot. Itt párkapcsolatról, szerelemről van szó, hiszen a szerelem istennője átnyújtja ezt a lobogó szívet. És a kislány itt, ezen a képen jelentheti egy kisbabának a születését is, de szimbolizál egy új kezdetet. Itt meg lesz a büszke tartás, tisztázódik valami, lesznek kapcsolatok, vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Itt a felhő fél évet jelent. Gondold át azt, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád. Ami az anyagiakat illeti, itt valami még átláthatatlan, és itt vannak fájdalmak, kiadások, még nehézségek, de hamarosan lesz változás, hiszen erre utalnak itt a gólyák, és akkor a pénz ott marad nálad hűségesen. Ahol óvatosnak kell lenni, a hamis barátok, hiszen itt a közelben megjelenik a róka, vagy egy hivatalos ügy, bírósági ügy, itt is vannak hamisságok. De szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek felfalják ezt a hamisságot és a korlátozásokat, vagy lezárnak egy bírósági ügyet, vagy hivatalos dolgokat. Ez a kereszt jelenti a hitedet, de azt is, hogy a sorsutak kereszteződnek, vagy te elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Te keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Itt van egy gyógyító hatás is, mert ez a fa ezt is jelképezi. Ahol lassan-lassan javulni fog a helyzet, ezek a pénzügyi dolgok, hiszen itt lassan lesz egy növekedés. És most megtekintjük az egyes napokat. Hétfő. Itt valaki közeledik hozzád, lesz egy kellemes meglepetés, változások. Itt van mozgás, előre mennek az események, ez a változás lehet egy költözködés is. Amint ez a kártya még jelenthet, sport vagy autó. Vagy egy férfi közeledik hozzád, ezáltal változik a helyzet, és itt lesz egy ajándék, vagy egy kellemes meglepetés. Kedd.
Itt lesznek fontos beszélgetések, különösen ami a szerelmet és a hűséget illeti. Szerda itt látható, ezeknél a kártyáknál. Itt az éjszaka jelentheti a vágyakat, az álmokat, az érzelmeket, de azt is, hogy ebben az éjszakában valami még nem látható. És emiatt vannak itt még korlátozások. Az is lehet, hogy ez a torony hivatalos dolgokra utal, vagy egy bírósági ügyre, ahol valami nem látható, de hamarosan lesznek itt újdonságok, vagy ez a kislány jelentheti az ártatlanságodat is. Az is lehet, hogy ezt mások nem akarják látni. Csütörtök itt látható a képen. Valami kiderül, láthatóvá teszi a nap ezeket a dolgokat, és itt ezen a képen megvan ez a büszke tartás, de azért légy óvatos, mert itt van a hamisság a környezetedben. Péntek itt látható a képen. Ez a gyűrű jelenthet kapcsolatokat, szerződéseket, vagy azt, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. De itt megjelennek az egerek, és eltávolítanak bizonyos kapcsolatokat, vagy lezárnak bizonyos szerződéseket, és ez szerencsét hoz számodra, hiszen itt megjelenik a 4 levelű lóhere. És ez a kislány utalhat egy új kezdetre is. Szombat, az itt látható a képen. A téli hónapokban voltak nehézségek, valami átláthatatlan volt, de most változik a helyzet, hiszen itt fontos döntéseket fogsz hozni, vagy ő hoz fontos döntéseket. Vasárnap, itt a halak állnak a középpontban, tehát az anyagiak, itt fáj még valami, ezek lehetnek veszteségek, vagy kiadások, de hamarosan rendeződik itt a helyzet. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy valaki számára, de mivel itt van valami, ami fáj, az jelentheti azt is, hogy vannak elvárásaid, és nem kapod meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnél. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!